Jó reggel kívánok, kedves előkészítő osztály! Arra gondoltam, hogy mivel ti otthon kellett maradjatok, ezért elmesélem azt a mesét, amit azoknak fogok elmesélni, akik kirándulnak. Szent Mihály története ez. Réges-régen, amikor az emberek még nagyon boldogok voltak, és a világ is olyan gyönyörűséges volt, hogy mindenfelé szivárványok ragyogtak az égen, hogy egy vízcsepp is csodaszép szivárványokat tudott rajzolni az égre. Réges-régen mindenük megvolt az embereknek. Jó kedvük volt, táncoltak, daloltak, és azt hitték, hogy ez mindörökké így marad. De jaj, egy napon egy sűrű, fekete felhő közelített feléjük, és egyszer csak a felhőből kinyúlt négy rettenetes fej, és elkezdte habzsolni a szivárványokat. Egy sárkány volt. Egy sárkány a maga gonoszságában azt akarta, hogy máshol se legyen boldogság, máshol se legyen vidámság, ne legyenek színek, ne legyen értelme az életnek. És így lassanként kezdtek eltünedezni a szivárványok a föld színéről. Az emberek elszomorodtak. Már nem volt olyan vidám a daluk, már nem volt olyan önfelett a játékuk. Szeretni is csak félszívvel szerettek. És minthogyha az ételeknek is megváltozott volna az íze, a gyümölcsök fanyarak lettek hirtelen, az édes az inkább kesernyés lett. Félő volt, hogy ez így marad, sőt, még rosszabb lesz. A végén már csak egyetlen egy szivárvány maradt. Arra gondoltak, hogy ezt az egyet feltétlenül meg kell őrizni, bármi áron. Ekkor tanakodni kezdtek. Ki vívjon meg a sárkánnyal? Ki lehet annyira erős? Gondolkodtak. A kovács! Menjünk a kovácshoz! Kiabálták mindenfelé, és el is indultak a kovácshoz. Hát, amikor odaértek, a kovácsot éppen nagy munkában találták. Mivel hogy egy hatalmas nagy kardot kovácsolt éppen, de akkora nagy volt az a kard, hogy senki meg se bírta moccantani. A kovács is csak annyira tudta felemelni, hogy megfordítsa egyik lapjáról a másikra. Mondták neki az emberek. Kovács, úgy gondoltuk, te kell legyőzd a sárkányt. Ezzel a karddal itni. Hogy én? Hát én meg se tudom emelni ezt a kardot. Nem is magamnak kovácsoltam én. Hát akkor kinek? Hát Szent Mihálynak. Szent Mihálynak. És ekkor a sokaságból előjött egy kisgyerek. Senki nem tudta, kinek a gyereke. És csengő hangon azt mondta. Győzze le Szent Mihály a sárkányt. Hívjuk ide. Győzze le ő. Az embereknek úgy tűnt, mintha ők maguk gondolták volna ezt, és körülnéztek, sehol nem látták ezt az idegen gyereket. Elindult a falu apraja nagyja. Elindult. Ki a tágas mezőre. Odaértek, és elkezdték énekelni, zúgó hangon zengeni.
Ó, Szent Mihály, jöjj le hozzánk, hogy eltűnjön a gonoszság, erősítsd meg a szívünket, jó tettekre vezess minket. Ó, Szent Mihály, jöjj le hozzánk, hogy eltűnjön a gonoszság, erősítsd meg a szívünket, jó tettekre vezess minket. S íme, lássatok csodát! A látóhatár szélén egyszer csak feltűnt egy ragyogó égi fényesség. Egyre közeledett, és egy bíbor színű csodálatos felhőből kiszólt egy hang. Mit akartok tőlem? Az emberek meglepődtek. Azt szeretnénk, Szent Mihály, hogy győzz le a sárkányt, hogy ne egye meg az utolsó szivárványunkat is. Jól van, megteszem! Azzal kilépett Szent Mihály a felhőből. Hatalmas nagy alak volt. Ragyogott minden porcikája. Felemelte a kardot, minthogyha ez csak egy tolpihe lett volna. De a sárkány sem volt rest. Gyorsan, sebesen, a szélnél is sebesebben támadt, lecsapott Szent Mihályra, de Szent Mihály fölemelte a kardját, s nyisz! Lenyisszantott egy fejet. A sárkány morgolódott, a fejnek a helyéről sűrű, szürke folyadék csobogott. Szent Mihály megkerülte a sárkányt, felemelte a kardját, és nyisz! Lenyisszantotta a második fejet is a négy közül. A sárkány felhördült, nagyon felbőszült, minden erejével támadt Szent Mihályra, a torkából kénköves tűz lobbant elő, de Szent Mihály felemelte a karját, és a harmadik fejet is lecsapta. A sárkány most megszeppent, óvta a negyedik fejét, szálld meg a negyedik fejemet! Rikácsolt a Szent Mihálynak. Jól van, meghagyom az utolsó fejedet, ha megígéred, hogy elkotródsz erről a helyről, és soha, soha többé nem eszel szivárványt. A sárkány megígérte, ezért aztán elmehetett. Behúzta a nyakát, és elsomfordált olyan tájakra, ahol nem árthatott. De ott van most is. Vigyázzunk, hogy ne térjen vissza. Őrizzük meg az utolsó szivárványt, mert hogy azóta, amióta Mihály legyőzte a sárkányt, a földön minden pillanat töredékében van valahol a földön egy szivárvány, hogy emlékeztessen rá, hogy a jó, a szép, az soha nem tűnik el a földről. És az emberek nem felejtették el, hogy mit tett számukra Szent Mihály, és azóta, szeptember 29-én, Mihály napján, kimennek oda a mezőre, ahová annak idején azért mentek, hogy hívják elő a segítőt, és várják, hogy felragyogjon a nap. Ott várják dallal,
imával a nap felkeltét, és amikor vöröslik az ég alja, tudják, hogy Mihály üzen nekik, a fény soha nem tűnik el a földről.